Az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már több évtizedes múltra tekint vissza a fogyatékkal élők és az épek közös sportrendezvénye. Előbbieknek segít az integrációban, utóbbiak pedig megtapasztalhatják azt, hogy milyen korlátokkal élve sportolni. Máté Szalkán is van hagyománya a hasonló rendezvényeknek, a nyírbátori Éltes Mátyás általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium Móra Ferenc tagintézményében 9 iskola több mint 100 tanulója állt asztalhoz a Pingpong Diák Olimpia megyei döntőjében. A fogyatékkal élő sportolók integrálása az egy nagyon hosszú és nagyon nehéz folyamat. Itt Máté Szalkán egy speciális iskola, Móra tagiskola ugye rendezkedett be, és külön öröm számunkra, hogy igazgató és a felvezetőjével elmondta, hogy 10 évre tekint vissza az, hogy évről évre itt megrendeznek egy olyan asztalitenész bajnokságot, ahol nem csak a fogyatékkal élők, hanem az egészséges gyerekek is számot adhatnak asztalitenész tudásukról. Most sincs így ez másképp, a Máté Szalkai általános iskolák közül minden neki képviselteti magát, sőt még a környékbeli iskolák közül is láttam itt jó néhányat. A tavalyi évben már közel 500 oktatási intézmény csatlakozott ahhoz, hogy valamiféle érzékenyítő, interaktív osztályfőnök órák keretén belül, vagy játékos sportfoglalkozások keretén belül, vagy egyfajta speciális testnevelés óra kapcsán bemutathassa az egészséges sportolóknak is azt, ahogyan egy-egy sportjátékot, egy-egy sportversenyt megélnek a fogyatékos sportolók. A Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetségének elnöke elmondta, hogy több mint 20 sportágban versenyeznek a Diák Olimpiai sorozatban a fogyatékkal élő fiatalok. Ez a mai rendezvény, nekünk már a 6. rendezvényünk. Volt megyei atlétika versenyünk, volt kispályás labdarúgás, terematlétika verseny, volt kosárlabda, és a szövetségünk felvállalta a regionális kosárlabda versenyt, azt is megrendeztük, megyei zsinólabda versenyen vagyunk túl, és most ez a mai, ez pedig ugye a megyei asztali tenisz diák olimpia versenyünk. Az asztali tenisz versenyen aranyérmet szerző diákok bejutottak a február 26-án esedékes budapesti országos döntőbe. Tavasszal még atlétikában, mezőfutásban, kispályás fociban, úszásban és a kapkodda lábad váltóversenyben próbálhatják ki magukat az érintett diákok.